Ezt a malacot és egy lovat kellett az égő istállóból kimenteni Sárszentmihályon hétfőn este, ahol egy falemezekből épített istálló fele teljes terjedelmében égett. A lángok körülbelül 500 négyzetméteren átterjedtek az istálló melletti rétre is, ahol 10 szalmakörbála válta a lángok martalékává. A jelzés szerint állatok is voltak a melléképületben, de szerencsére a tűzoltók kiérkezésére a tulajdonos az egy lovat és egy sertést kiterelte a melléképületből, így az állatoknak nem esett baja. Nem ez volt az egyetlen tűzeset hétfőn, ezek a képek pár órával korábban Dinnyés határában készültek, ahol egy 70 hektáros gabonatábla gyulladt ki. Egyik tűzesetnél sem sérült meg senki, nem ezek kapcsán a Fejér megyei katasztrófavédelmi igazgatóság újfent felhívja a lakosság figyelmét az aratással kapcsolatos tűzvédelmi szabályok betartásának fontosságára, valamint a június vége óta érvényben lévő általános tűzgyújtási tilalomra. Nagy szárazság miatt figyeljenek oda arra, akik dolgoznak kint, például egy aratáskor, hogy égő cigarettacsikket, nyílt lángot úgy használjanak, hogy, vagy úgy próbálják meg eloltani, hogy ne keletkezzen belőle tűz. És arra járó közlekedő autósok sepeckeik lehetőleg két dolog miatt, egy, hogy ne szemeteljünk, a másik meg, hogy nehogy tüzet okozzunk vele egy gabonatábla mellett. A tilalom vonatkozik a kijelölt tűzrakóhelyekre, a közút és vasútmenti fásításokra, beleértve a parlag és gazégetést is. Aki a rendelkezést megszegi, 100 000 forintig terjedő bírsággal sújtható. Az általános tűzgyújtási tilalom visszavonásig marad érvényben.